Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Jelenlegi világunkhoz mit szóltok? Mi a véleményetek a jelenlegi világunkról? Szép jó világban élünk. Az emberek egyre lehangoltabbak, és egyre nehezebben képzelhetők. Hát hogyha megfigyelitek, sok vállalkozás megy tönkre, kisebb vállalkozások. Nagyobbak vonulgatnak kifele Európába, zárnak be üzemeket, tehát de nem ez a fő probléma, hanem megnézzük, tehát itt más jellegű problémák vannak, tehát ugye elvileg ugye nálunk demokrácia van 91-től. Nyugaton régebben van demokrácia, de ez a jelenlegi demokrácia, ez nem demokrácia, ez valami más. Tehát hogyha jobban végig gondolod, ebben a demokrácia nevezetű társadalmi formában elhatalmasodott két dolog. Elkezdtek mindent szabályozni, ez az egyik. De ez ellentétes egy másik dologgal, az, hogy megengednek olyan dolgokat, amit régen nem engedtek. Tehát olyan dolgokat szabályoznak, amit régen nem szabályoztak, és olyan dolgokat engednek meg, amit régen nem engedtek meg. Tehát ez a megengedés, ez liberalizmus. Az, hogy túlszabályoznak mindent, az meg diktatúra, jó? Nem. Ja, túra, mondom, valami nem stimmel. Diktatúra, így van, túra, diktatúra. Mondom, valami nem stimmel a szavammal. Jó, tehát diktatúra, igen. És ennek az egyvelege van, ha megnézitek. Tehát ez, ami most van, ennek köze nincs a demokráciához, ez liberalista diktatúra, vagy diktatórikus liberalizmus, érted? Ha jobban végig gondolod. Mondom, azt, amit régen nem engedtek, még a demokráciában sem, azt most engedik. Amit viszont nem szabályoztak régebben a demokráciában, azt most keményen szabályoznak. Tehát ami azt jelenti, hogy diktatórikus módszerekkel szabályoznak dolgokat, megmondják, hogy mit tegyél, mit ne tegyél, megfigyelnek, érted? Tehát mindenütt megfigyelnek. Hát most azt, hogy besúgókkal figyelték az embereket, vagy kamerákkal figyelik az embereket, az részletkérdés, nem? Tehát amikor besugókkal figyelték az embereket, akkor úgy hívták, hogy diktatúra. Most, amikor kamerákkal figyelik az embereket, erre azt mondják, hogy demokrácia. Hol? Hát az embereket kamerákkal figyelik, az diktatúra. Érted? Tehát az diktatúra. És az, hogy engedik azt, hogy mit tudom én, tehát ilyen szabad módon, tehát hogy mondjuk megismerkedjenek emberek olyan dolgokkal, ami, tehát ez a gender dolgok, tudod, hogy a gyerekeknek szexualitás oktatás már kiskorba, akkor a gyerekek ne legyen elválasztva a az, hogy hogy ne legyen elválasztva, hogy most fiú vagy lány, érted? Tehát akkor szóval több joga legyen mondjuk egy ilyen furcsa identitású embernek, mint egy normális identitású embernek. Hát ez a liberalizmus része, érted, ha megnézed. Tehát mit tudom én, mondjuk megnyeri a női szépségversenyt egy férfi, érted? Röhely. Meg az olimpián elindul női számba a férfi, és akkor megnyeri, röhely, érted? Tehát röhely. Tehát ez, ha jobban végig gondoljuk, akkor ez a liberalizmus része az egész. Hát régen a férfi az férfi volt, a nő az nő volt, a kislány az kislány volt, a kisfiú az kisfiú volt, érted? És nem, hát most neveljük ilyen semleges neműnek, aztán majd ő felnőttként eldönti, hogy mi legyen. Hát ez, ez már a elmebetegség jele, érted? Nem kezdete, ez már a jele. Tehát olyan, minthogyha az államok döntő emberei azok hát degeneráltak lennének, szó szerint. Tehát akik döntenek, azok mintha abnormális emberek lennének. Szóval tehát mondom, ezt ha megnézed, van egy jó adag liberalizmus az egészben, de ott van a megfigyelések révén, a mindent ellenőrzünk révén, a mindent tudni akarunk révén, az tiszta a diktatúra. Tehát ez egy ilyen diktatórikus liberalizmus, de inkább azt mondanám, hogy liberalista diktatúra. Szóval szerint, tehát ennek köze nincs a demokráciához már. De nem egyértelmű diktatúra, nem egyértelmű liberalizmus, de hogy a demokráciához már semmi köze nincs, az holdbiztos. Tehát ugye a demokráciára azt mondják, hogy szabad választás. De hát ugye a szocializmusban is, lehet, hogy fiatalok nem tudják, de voltak rendszeresen ugyanúgy választások. Tehát látszólag a szocializmus is, mint diktatúra, ugye lágyabb formában nálunk 60-tól, hát lehetett választani egyből. Egyből. Most nyugaton mennyivel jobb, hogy 2-ből, vagy 3-ból, vagy 4-ből választasz, hát mennyivel jobb, érted? Tehát például Amerikában megnézed, 2 elnökjelölt közül lehet választani. Mennyivel jobb, mintha egy elnökjelölt közül választanál? Nem sokkal. Ugye a szocializmusban az volt csak, hogy elmentél szavazni, vagy nem mentél szavazni arra az egyre. Így van, ez így volt. Na, ez se sokkal jobb a helyzet, érted, ha megnézed. Tehát azért demokrácia állítólag, mert hogy lehet szavazni. De hát kire, mire, senki nem ismeri, azért szavaznak arra, mert annak a pártnak a tagja általában, nem? És akkor azt a pártot jobban ismerik, vagy egy kicsit jobban kedvelik, akkor azért, mert annak a pártnak a tagja, arra szavaznak. Tehát fogalmuk nincs egyébként, hogy az ki fia borja, senki nem tudja. Na szóval csak azért mondom, most gondoljátok végig, hogy hova tart ez a világunk. Tehát ez az elbutulás, nem lehetne azt mondani, hogy ez már több annál már elhűlés, ami van. Ez hova fog fokozódni? Tehát hova fokozódik? Figyeld, a szülő nem fegyelmezheti a gyerekét, érted? A gyerek feljelentheti a szüleit, a fegyelmezik őt. Hát mi ez? Hát ez meg túl van szabályozva, érted? Miért kellene? Például a tanárok miért ne fegyelmezhetnék a gyerekeket? Tök jó volt, mikor a tanárok fegyelmezhették a gyerekeket. Én még megéltem, én még olyan iskolába jártam, ahol a tanárok minden további nélkül, minden retorzió nélkül fegyelmezhették a gyerekeket. Nyilván nem verte egy se hülyére a gyerekeket. A tanárnő fegyelmezte, mit tudom én, favonalzóval. Tartsd a körmöd. Érted? Vagy meghúzta úgy a pajást, érted, hogy visított a gyerek. A egyik tanárnő még alsó tagozatban méterrúddal fegyelmezett. Fa méterrúddal, érted? Volt, hogy az egyik gyereken eltört a méterrúdat. És mi bajunk lett? Felnőttünk, és normálisabb emberek lettünk, mint a mostani felnövekvő generáció, érted? Vagy már felnőtté vált generáció. És miért volt? Sőt, az előző generáció, az én szüleim generációja, még jobban fegyelmezték őket, érted? És ők még jobbak voltak, mint mi. Érted? Tehát nem elrontották a fegyelmezéssel az embereket, hanem megjavították a fegyelmezéssel. Hát most gondold végig, a gyerekeket nem lehet fegyelmezni, de ha egy felnőtt valami fegyelmezetlenséget csinál, akkor bezzegők fegyelmezik. Érted? Tehát a szülők nem fegyelmezhetik a saját maguk által legyártott gyereket. Érted? De az állam, az bezzeg fegyelmezi az állampolgárait. Érted? Akkor hogy van ez? Nem? Hát kövess el valami törvénytelenséget, szabályellenest, azt megbüntetnek, börtönbe csuknak, stb. Stb. Érted? Így van. Tehát, ami azt jelenti, hogy gondold végig, milyen elmebetegség ez, hogy a saját szüleje, a saját gyerekét nem fegyelmezheti, de az állam az fegyelmezheti az állampolgárait. Hogy? Hát ha a szülő nem fegyelmezheti a gyereket, akkor az állam se kellene, hogy fegyelmezze az állampolgárokat, nem? Hát a gyereket fegyelmező szülő azért csinálja a fegyelmezést, mert a gyerek olyan dolgokat csinál, ami a szülő számára nem jó. Nem? Nem általában így történik a fegyelmezés? Miért te akkor is fegyelmezted a gyerekedet, ha jó volt? Nem. Hát ha jó a gyerek, akkor sose fegyelmezi a szülő. Nem? Az a szülő, amelyik egy jó gyereket fegyelmez, az elmebeteg. Érted? Tehát gondold végig, hova jut ez a világ? Csak ilyen alap dolgokat nézzünk meg. Hova jut ez a világ? Tehát a szülő nem fegyelmezheti, ezért fegyelmezetlen felnőttek lesznek. Azért, hogy az állam megfegyelmezhesse őket. Miért? Hát miért akar az állam fegyelmezni? Az nem a szülő dolga lenne. Érted? Hát minél inkább fegyelmezetlen, hát ott van benne a szóban. A fegyelmezés azt jelenti, az ellen van, hogy az ember ne legyen fegyelmezetlen. Ha az ember gyerekkorban nem lehet megfegyelmezni, akkor ő egy fegyelmezetlen felnőtt lesz. Ha fegyelmezetlen felnőtt lesz, akkor őt fegyelmeznie kell majd, hát a szülei már nem fogják tudni fegyelmezni. Ki tudja fegyelmezni? Az állam. A karhatalom tudja fegyelmezni. Érted? Azért kell fegyelmezni az embereket? Azért kell kitalálni, hogy karhatalommal fegyelmezzék az embereket, hogy legyen nekik munkájuk? Azoknak, akik fegyelmeznek. Vagy miért? Hát gondoljuk végig logikusan. Hát hova tart ez a világ? Ez az elmebetegségbe tart a világ. Gondoljátok végig. És egyre inkább így van. Minél inkább nem fegyelmezhetik a felnőtteket, vagy a felnőtt, nem fordítva, a felnőttek a gyerekeket, és itt nem csak arról szól, hogy a szülő, érted? Mit tudom én, megy egy kisgyerek az utcán, és jön egy néni, belerúg egyet, miért ne adhat le neki egy nyaklevest? De nem adhat. Érted? Így van, nem adhat, mert bántalmazás. Bezzeg, ő belerúghat a nénibe a gyerek, érted? Hát milyen világ ez? Régen az én gyerekkoromban, mit tudom én, egy gyerek belerúgott egy idegen emberbe, olyan nyakast kapott tőle, hogy földet fogott rögtön. Érted? Az többet nem rugdosott senkit. Ha most gondold végig, az iskolákba, óvodákba tele van, mit tudom én, tök jó, gondold végig, tök jó gyerek, nagyszülő nevelte, mert a szülő dolgozott, beiratták óvodába, 2 héten belül káromkodott, érted? 2 héten belül. 2 héten belül. A gyerek az, aki soha egy káromkodást nem csinált, 2 héten belül káromkodik. Ez nem régi történet, mai világ. Régen ez nem volt így. Nem volt, hogy beirattad az óvodába, és 2 héten múlva már a gyerek káromkodott. És a szülőt, nem a szülő, az óvónőt nem fegyelmezhetik a gyereket. Mit tudom én, káromkodik, kapna egy maflást, érted? Utána meggondolná, hogy káromkodik-e. Ez régen így működött. Nem fogadtál szót az óvónőnek, nyugodtan keverhetett neked egy frászt. És képzeljék el, drága hatalom, felnőttünk. És semmi bajunk nem lett. Sőt, ellenkezőleg. Így van. Tehát az én generációm sokkal több idézőjelbe verést, nem agyonverést, verést kapott, mint a következő generáció. A következő generáció az 68-tól. Oké, 92-ig. Az a következő generáció. Sokkal több verést kapott. Az előttünk lévő generáció, az még több verést kapott. Szó szerint. Gyerekként. Gyerekként. És az előttünk lévő generáció, mi jobb generációk vagyunk, bocs, mint a 68-tól lévő generáció. Ez van. De a szüleim generációja jobb volt, mint mi voltunk. Én ezt be tudom ismerni, ha ezt te nem tudod beismerni 68 és 92 közti generációként, akkor az egód nem engedi, maradjunk ennyibe, jó? 93-tól meg még rosszabb a generáció, 2000 meddig? 18-ig, igen, az még rosszabb generáció, mert még kevésbé kaptak verést, fegyelmezést a gyerekek. Oké? Tehát most gondoljátok végig, annak idején a gyereknevelésben olyan dolgok voltak, hogy rend, hogy mikor eszik, kezdettől onnantól, hogy megszületik, érted? Mikor eszik, mikor alszik, időre. Így nőttek föl a gyerekek. Oké? Már nem ez van. Össze-vissza, arra esik, úgy puffan. Érted? Tehát totális fegyelmezetlenség van, és rendetlenség, érted? Az egy rend, hogy mikor egyen a gyerek, hány órakor, mikor aludjon a gyerek, hány órakor, érted? Ez egy rend, a rendes szoktatás. És már nincs így. Össze-vissza csinálják, ahogy esik, úgy puffan. Érted? Tehát ilyen fegyelmezetlenségre tanítják a gyerekeket, érted? Azért, hogy utána az állam fegyelmezze őket. Oké? Hát gondold végig, a fegyelem azt jelenti, hogy önfegyelme tanul a fegyelemben. Tudod, ha fegyelmezik, önfegyelmet tanul. Miért? Gondold végig. Mit tudom én, hisztizik egy gyerek, érted, kisgyerek, lekeversz neki egy pofont, utána megjegyzi az elméje, hogy a hisztizésre pofont kapott. Csak most mondtam egy dolgot, érted? Simán megjegyzi. Utána, amikor hisztizni akar, eszébe jut, hogy hoppá, én a múltkor, amikor hisztiztem, kaptam egy pofont. Akkor lehet, hogyha most is elkezdek hisztizni, kapok egy pofont? Oké? Lehet, hogy azt mondja, nem tudom, kipróbálom. Puff, megint kap egy pofont hisztizésre. Érted? Harmadszorra tuti nem fog hisztizni. Érted? Tuti, hogy nem. Na most gondold végig, most már nem lehet ilyeneket csinálni. Ó, ez már liberális gyereknevelés van. Most hisztis lesz egész életében. Érted? Mit lehet kezdeni egy hisztis emberrel? Hát persze, neki lesz rossz. Megszokja, gondold végig, megszokja végig gyerekkorban, mondjuk 21 éves korától felnőtt, mondjuk kikerül a családból 24 éves korba, mondjuk, akkor elkezd dolgozni, és egy hülye hisztis lesz, érted? És hogy fog boldogulni az életben? Hisztisen. Érted? És akkor mi van? Mit tudom én, rájön a hiszti mondjuk közterületen, érted? És akkor fogják, azt elviszi a karhatalom. Érted? És az a jó, hogy a karhatalom viszi el, mert a szülő nem nevelhette meg a gyerekét. Mert akkor a szülő, ha nevelte volna a gyerekét, akkor antiszociálisan viselkedett volna, és a szülőt is becsukták volna. Érted? Mondom, az elmebetegség ne tovább. Hova fog ez egész folyulni? Gondold végig. Tehát generációról generációra egyre rosszabb a generáció. Tehát ez úgy működik, hogy én rosszul nevelem a gyerekemet, a gyerek még rosszabbul fogja nevelni az unokát, az unoka még rosszabbul fogja nevelni a dédunokát, ez így működik. Érted? Ez így működik. És ez látni társadalmi szinten. Hova fog ez fajulni? Hát mi a megoldás? Mi a megoldás? Hát ugye azért, tehát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk jár egy iskolába mondjuk 500 gyerek, érted? És ha mind az 500 szülő követelni minden iskolába, ahol iskola van, hogy igenis fegyelmezzék a gyerekemet, oké? Gondold végig. És akkor az egész országban mondjuk, vagy az egész EU-ban mindenütt az emberek követelnék azt, hogy fegyelmezzék a gyereket. Nyugodtan. Gondold végig. Akkor is ezek a szabályok lennének, hogy nem lehet fegyelmezni. Dehogy is. Csak tudod, miért lettek ezek a szabályok? Mert a szülőknek egyre inkább nem tetszett, hogy fegyelmezik a gyereket. És mondok példát. A Gergő fiamnak volt egy tanárja, nem tanárnője, tanárja, aki szigorú volt. Szigorú volt. És de egyébként a legtöbbet abból jegyeztek meg, amit ő tanított a szigorú tanárnál. Értitek? Tehát a diákok a szigorú tanárnak a tanításait jegyzik meg leginkább. Na mindegy, menjünk tovább. És már nem tanár, nem lehet tanár, mert szigorú volt, érted? Tehát nála nem lehetett fegyelmezetlenség, de ő férfi tanár, és tartottak tőle a fizikailag gyengébb gyerekek nyilván, Szóval, de nem bántotta őket, nehogy azt higgyétek. De mégis. De kicsinálták, hogy ne lehessen találni. Mert szigorú volt. Tehát most gondoljátok, pedig egy nagyon jó tanár volt. Gondoljátok végig, hova jut a világunk? Hova? Mi lesz ebben a világgal? Tehát van egy természeti rend. Tudod, az a természeti rend, hogy bármilyen élőlény, amelyik magától nem tud túlélni, magától, mint faj, nem tud túlélni, az pusztuljon el. Ez a természeti törvény. Nézd meg! Az elpusztul. Tehát egy élőlénynek magától kell fennmaradnia, érted? Ez a természet rendje. Az a növény vagy állat, amelyik nem tud fennmaradni, az kipusztul. És ez szerintem nem vonatkozik az emberiségre. Hát miért hetedik emberiségről beszélünk itt a Földön? Hova lett az előző 6? Általában olyan 4-5 ezer évig volt egy emberiség. Jó volt, amelyik hosszabban volt. 4-5 ezer és utána törölték. Érted? És mi most 4,5 ezer évesek vagyunk. Ez az emberiség. 4,5 ezer éves. Volt egy előző is. Az is körülbelül ennyi idős volt. Nézegettem, kb. 4 ezer évet volt az előző emberiség. Vannak különleges kapcsolataim fentiekkel, illetve a teremtőmmel, inkább úgy mondanám. És tudja, hogy valami vezető beosztásba lehet odafönt. Hódziher. Lényeg az, hogy ugye amikor elkezdtem foglalkozni az emberek fejlesztésével, tehát ez lett a szolgáltatásunk, az emberek fejlesztése, akkor rá pár évre kaptam egy küldetést, hát nem küldetést, egy látomást, inkább úgy mondanám, illetve ért egy látomást, ezt nem kaptam, hanem ért, amelyben ugye felkértek arra, hogy a PPH-val, a csapatommal, de tényleg felkértek, tehát ez nem egy utasítás volt, hogy csináljuk meg a szeretett kort, az aranykort. Azt is mondták, hogy ezeknek milyen feltételei vannak, mert elmondták azt, miért kell ezt csinálni, érted? Illetve nem elmondták, mert egy személy mondta el. Azért mondom, hogy mondták, mert ugye odafönn nem egy lélekről van szó, hanem sokról. Na és, hogy miért kell ezt csinálni, meddigre kell megcsinálni a dolgokat. Ezt mind lefektették. És ugye azért, mert az emberek azért vannak itt, hogy fejlődjenek. Fejlődni meg csak úgy lehet, hogyha megélnek dolgokat. És az emberek nem élnek meg dolgokat, akkor nincs miből fejlődni. Nincs miből fejlődni. Tehát az emberek létrehoztak egy olyan életet, ezt már nem akkor mondták, ezt már azóta, létrehoztak egy olyan életet az emberek nagy része, főleg itt a nyugati társadalomban, ahol nem nagyon élnek meg dolgokat. Na most, hogy megéljenek az emberek dolgokat, ezért generálják az egészre vonatkozó problémákat. Érted? Tehát az emberek olyan életet választottak maguknak, ahol nem kell megélni dolgokat. Ez nagyon egyszerű, hogy milyen életet. Tehát egy vállalkozó, nem kényszervállalkozó, egy rendes vállalkozó, cégtulajdonos, csomó dolgot megél. Az alkalmazottak gyakorlatilag nem élnek meg semmit. Az alkalmazott bemegy dolgozni, megkapja a fizetését, ezt elkölti, hogy mire, az most részletkérdés. Mit él meg? Semmi kihívás nincs az életükben, nem kell gondolkodni, megmondják, hogy mit csinál, nem kell kitalálni dolgokat, mert úgyse adják alkalmazottaknak. Tehát gyakorlatilag nem élnek meg dolgokat. És az emberek ilyen életet választanak, ahelyett, tehát ez nagy baj, mert nem ezért jöttek le az emberek, hanem azért jöttek le, hogy tanuljanak, fejlődjenek, érted? De az eseménytelen életből nem lehet tanulni, fejlődni, sőt, mit tudom én, megkapja a fizetését, elmegy nyaralni, abból mit tanul? Vesz egy autót, abból mit tanul? Szépíti a házát, vagy a lakását, abból mit tanul, érted? Nem is ő csinálja ráadásul. Mit tanul, érted? Tehát mit tanulnak az alkalmazottak? Drága alkalmazottak, kérdezem tőletek, alkalmazottként mit tanultatok onnan, hogy elkezdtetek alkalmazottak lenni? Mit? A szakmán kívül. De a szakmát az életben tudod használni, mert azt a szakmában tudod használni. Na azon kívül, mert ugye ha a szakmában tudnál olyanokat tanulni, amit az életben tudsz használni, akkor azt mondom, hogy oké. De nagyon kevés olyan szakma van, amit az életben utána tudsz használni. De nem egy területén az életednek, hanem mondjuk sok területén, hoppá. Na itt elrontottam a dolgokat, de hova tettem? Így, nem jó, nyomtam meg. Jó, most már tudom nyomni. Hát ezeken a területeken kellene használni, mit mutatok. Érted? Ha olyan szakmád van, amit ezeken a területeken utána az ott tanult dolgokat, tapasztalt dolgokat tudod használni, akkor én egy szót nem szóltam. Oké? Na most gondoljátok végig, azt mondja, hogy én vállalkoztam 87-től, 93-ban alapítottam az első cégemet, és azóta ugye cégtulajdonos vagyok, és 2010-ben kezdtem el az embereket fejleszteni, úgy értve, hogy ezt a szolgáltatást nyilvánossá tenni, mert addig vezetőket tanítottam el ezekre a tudásokra. Nyilván nem ilyen széleskörű volt még akkor a tudásom, de nem is az a lényeg. Hanem az a lényeg, azt akarom ebből kihozni, hogy megértsd, hogy ha én alkalmazottként éltem volna az életemet, akkor most nem állnék előttetek. Érted? Tehát alkalmazottként századát se tapasztaltam volna meg, nem negyedét, századát se tapasztaltam volna meg annak, mint amit megtapasztaltam nem alkalmazottként, érted? Hanem cégtulajdonosként, és olyan cégtulajdonosként, ahol emberekkel kellett foglalkozni, érted? Mert ugye az is, aki például olyan vállalkozásban dolgozik, hogy egyszemélyes vállalkozás, hát azt sem tudom úgy tapasztalni, mint aki több ezer vagy több tízezer emberrel került kapcsolatba, érted? Na most, ugye az ember azért jött ide le, hogy megtapasztaljon olyan dolgokat, amit fenn nem tudtunk. Ugye a lelkünket a teremtő teremtette saját magából, Ezért mindnyájan lélektestvérek vagyunk, illetve még annál közelebbi lélekikrek, inkább úgy mondanám, vagyunk, és lejöttünk azért, mert odafönn nem éltünk meg rosszat. Ha egy lélek nem tudja, mi az, hogy rossz, akkor nem tudja, mi az, hogy rossz. Ezáltal nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. Tehát egy lélek akkor tud rossz és jó között különbséget tenni, ha megélte a jót is, meg a rosszat is. Ha egy lélek csak a jót élte meg, akkor nem tudja, mi az, hogy rossz. És ha rosszal találkozik, akkor nem tud vele mit kezdeni, nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között, érted? Mert nem élt meg rosszat. Gondolok, hogy logikusan, de ugyanez, ha csak valaki rosszat élt meg, azt se tudja, mi az, hogy jó. Tudod, a mai társadalomban mi a helyzet? Hogy az emberek nem tudják, hogy mit nem tudnak, 2. nem tudják, hogy mi a jó. Érted? Tehát lejöttünk lélekként úgy, hogy nem tudtuk, mi a rossz, élik az életüket itt lent, igazából azt se tudják, mi a jó, főleg, hogyha valaki nehéz családba született, nem tudja, mi a jó, életében nem sok igazán jó dolgot élt meg, lehet, hogy rosszat se, de jót se, érted? Amikor azért jöttünk le, mert ott nem volt rossz, érted? Hogy megéljük a rosszat, mert mondom, úgy működik az ember, hogyha egy ember csak zömében rosszat él meg, akkor nem tudja, mi az, hogy jó, érted? És nem törekszik a jóra. Ha az ember nem tudja, mi az, hogy jó, akkor nem törekszik a jóra. Tehát nem tudja valaki azt, hogy az életének minden területét tudná befolyásolni úgy, hogy az neki a legjobb lenne. Ha ezt egy ember nem tudja, akkor nem tudja, hogy ilyen létezik. Logikus? Tehát azt tudjuk, hogy létezik, amit az érzékszerveinkkel valamilyen módon érzékeltünk, érted? Gondold végig, nem tudnád, milyen a fahéjnak az íze, ha soha nem kóstoltad volna. Azt mondanád valaki neked, hogy hát milyen a fahéj íze, érted? Akkor azt mondanád, hogy fahéj, milyen lehet az? Hát a fának van a háncsa, hát biztos arra gondolnak, hát a franc tudja, milyen lehet a fának a háncsának az íze, mert sose kóstoltad. Érted? Tehát az ember úgy működik, fogd föl, hogy azt ismeri, azt tudja, amire találkozott, érted? Amire nem találkozott, nem tudja. Ha valaki nem találkozott jóval, nem tudja, mi az, hogy jó. Ha nem tudja azt, hogy lehet ezeken a területeken boldogulni, akkor ő nem tudja, hogy lehet ezeken a területeken boldogulni, érted? Mert nem látja, hogy lehet ezeken a területeken boldogulni, hanem pont az ellenkezőjét látja, azt látja, hogy nem boldogulnak ezeken a területeken mások se. Tehát azt gondolja, hogy az a normális, hogy ezeken a területeken nem boldogulnak az emberek. És akkor erre ráaggatnak dolgokat, hogy hát az boldogul mondjuk a pénz területén, aki lopcsal hazudik. Érted? Mert hát az emberek többsége mondjuk nem boldogul ezen a területen. Vagy azt mondja, hogy hát az bánik jóra, ott jó a párkapcsolata, akinek szerencséje van. Érted? És akkor ezzel el van intézve. Vagy azt mondja, hogy hát azért van neki jó munkája, olyan, amit szeret, és jól meg tud belőle élni, mert szerencsés ember. És ezzel el van intézve. Nem tudja, hogy mindennek következménye van ezen a bolygón. Nem tudja, hogy a tudás által az ember könnyebben boldogul. Miért nem tudja? Mert kijárta az óvodát, kijárta az általános iskolát, középiskolát, netántán még az egyetemet is, és nem boldogul, érted? Tehát ő azt gondolja, hogy a tudás az nem ad boldogulást, mert hogy ő mennyit tanult, hát tanult 8, 12, 16 évet, és mégse boldogul. Ha neki nem mondják azt, hogy a tudást az boldogít, mert hát 16 évet tanult és nem boldogít. Érted? Tehát amit az ember nem tapasztalt meg, az nem tudja, mondom, olyan, mint a fahé ízét. Nem tudja az, aki nem evett még fahét. Érted? Nem kóstolta még. Hányszor láttál már olyat, hogy valaki ránéz egy ételre, életben nem evett olyat, és azt mondta, hogy nem szeretem. Honnan tudod, hogy nem szereted, mikor sose kóstoltad? Ismerős, mi? Gondoljátok végig, egy ilyen világban vagyunk, egy olyan világban vagyunk, ahol az embereknek tévképzeteik vannak. A természetes számukra az, hogy hát a boldogság az a szerencséseké, oké? De úgy azért iparkodjunk, hogy azért nagy rosszaságot ne csináljunk. Nem? Ezt csinálják az emberek. És akkor gyakorlatilag, hát akkor a legjobb talán az lenne, hogyha elmennék alkalmazottnak. Mert hát ott nagy rosszat nem tudok csinálni, amúgy meg nem tudom, mi a jó. Tehát hova jut ez a világ? Ezzel a gondolkodással, ezzel a felfogással? Hova jut? Hát basszuskulcs, te lejöttél azért, hogy minél több dolgot megélj. Hogy tanulj belőle, hogy visszamehess, ahonnan jöttél a fenti létformából, az isteni vagy angyali létformából, érted? Hogy határozott különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. És ehhez azt mondod, hogy hát tök jó az alkalmazotti lét, mert igazából semmi nem történik velem. Én állítom, hogy ahányan vagyunk itt most a teremben, velem több dolog történt, mint összesen veletek. Higgyétek el. Oké? Akkor is. Tutira veszem. Oké? De mióta? Mióta elkezdtem vállalkozni. Mióta elkezdtem emberekkel foglalkozni 87-től. Érted? Onnantól. Nem, hogy minél kevesebb olyan dolgot csináljak, én nem így gondolkodtam, hogy lehetőleg ne történjen velem semmi. Akkor miből tanulsz? Hát figyeld, aki olyan életet él, hogy nem történik vele semmi, minek kell neki a tudás? Minek? Hát a tudás ahhoz kell, hogyha történnek a dolgok, akkor boldogulj azon a területen. Nem, aki gyakorlatilag, akivel nem történik semmi, minek a tudás? Ja, hát akkor azért, mert nem tanítják azt, hogy basszuskulcs, addig fogsz inkarnálódni, addig nem mehetsz vissza, míg nem érsz meg egy csomó dolgot. Csak tudod, mi a baj? Az a baj, hogy minden élet előtt törlik a tudást. És nem számít, hogy az előző életben mit tapasztaltál, vagy mit nem. Egy élet során kellene megélni az összes megélést, az pedig az alkalmazotti létből nem fog menni. Nem fog menni. Én is úgy kezdtem, hogy alkalmazottként, és mellette kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. Mellette, az alkalmazotti lét mellett. Halljátok, elmondtam, 87-től 93-ban alapítottam az első cégemet, ami azt jelenti, hogy 7 éven keresztül dolgoztam úgy, hogy volt főtevékenységem. És ott nem az emberekkel foglalkoztam a főtevékenységben, hanem olyan munkával, amit nem is szerettem, érted? Picit sem. De úgy látszik, hogy itt a társadalomban az emberek azok tipikusan úgy élnek, mint van az a történet, hogy a szomszéd átmegy a szomszédba, és akkor beszélgetnek ott a nappaliba, és a nappaliba fekszik azt a tulajdonosnak a kutyája. Egyik sarokban. És időnként a kutya fölnyűszít, érted? Fölvisít. És egy idő után megunja a vendég, és akkor megkérdezi, te mi baja van ennek a kutyának, hogy időnként nyűszít egyet? Hát ahol fekszik, ott kiáll a padlóból egy szög, és az nyomja. És erre azt mondja, hogy hát de hát miért nem megy arrébb? Hát már valószínűleg annyira nem nyomja. Na most ez van a társadalomban, érted? Én utáltam azt a tevékenységet, jól fizető tevékenység volt, az átlagtól többet kerestem, de utáltam csinálni, érted? És nyomott a szög, hogy valami olyannal is foglalkozzak, ha szerettem volna csinálni, akkor nem nyomott volna a szög. De nyomott a szög, hogy valami olyan dologgal kezdjek el foglalkozni, amit szeretni fogok, érted? És miből lehet a legtöbbet tanulni, ha az embernek olyan tevékenysége van, eddig már meggyőződtem, az embernek olyan tevékenysége van, ahol emberekkel tud foglalkozni, érted? Abból lehet a legtöbbet tanulni. És hála Istennek, képzeljétek el, már több problémával találkoztam, másoknál sokkal több problémával, mint ami nekem volt. Na most azt az én saját megéléseimhez hozzá teszem azokat a tapasztalatokat, amiket másokon keresztül éltem meg, akkor azt mondom, hogy mondjuk a szemináriumi létszám lehet, hogy kevés lenne ahhoz, hogy körülbelül az emberek összességében annyi problémát éltek meg, mint én. Oké? Tehát gondoljátok végig, azért én 87 óta én ismerek olyan embereket, itt például a teremben is, 87-ben még nem is éltek. Oké? És én már onnantól emberekkel foglalkozok. Tehát hova jut ez a világ? Azáltal, hogy az emberek így, hogy el vannak, nem nyomja őket a szög, nem csináljunk semmit. Hányszor akarsz inkarnálódni? Hányszor akarsz hasonló életet élni majd? Vagy az egyik életed nem úgy alakul, ahogy kéne, mint például a mostani, hát akkor sorry, mert a következő az rosszabb lesz. Az rosszabb lesz. Nekem nem, neked biztos. És akkor erre kaptam azt, hogy létre kell hozni ezen a bolygón, nem Magyarországon, ezen a bolygón az aranykort. Mert ezért vannak itt az emberek, hogy töretlenül fejlődjenek. És azt is elmondták, hogy addig töretlenül fejlődni nem tudnak, ameddig létre kell hozni azt, hogy szenvedjetek. Érted? Nem, mondom még egyszer, nem élsz meg dolgokat, ezért globálisan szenvedtetik az embereket. az egész társadalmat szenvedtetik. Érted? Hogy tiszta és világos legyen. Tehát mondok példát, jó? A fentiek telepatikus módon kommunikálnak, jó? Egymással is, meg azokkal az emberekkel is, akik veszik az adásukat, mint például én. Oké? Na most, de a telepátiához hozzá kapcsolódik az, hogy akinek van telepatikus képessége, az nagyon tud hipnotizálni. Oké? Nagyon tud befolyásolni. Ami azt jelenti, hogy a magasabb létformák sokkal nagyobb szinten tudnak hipnotizálni és befolyásolni, mint az emberek. És ez régen is így volt, mikor az emberek még magasabb tudatszinten rendelkeztek. Na most, ezt tudod mit jelent? Az azt jelenti, hogy úgy befolyásolják a hatalomban lévőket, ahogy akarják. Érted? Tehát, hogyha jobban megnézzük ezt az egész világunkat, akkor azt láthatjuk, hogy úgy alakul a világ, hogy az embereknek egyre rosszabb legyen. És ugye azt gondoljuk, hogy ezt az emberek alakítják így. Nem. Ez magasabb szintű lények alakítják így. Az embereken keresztül természetesen. Tehát az embereket befolyásolva, hipnotizálva akár a rosszabb hangulatúakat, a hatalomban lévők, az mind rossz hangulatúak sajnos, hipnotizálják őket, érted? Ami azt jelenti, hogy pontosan elkezdik azt tenni, amire utasítják őket. Idézőjelben az utasítást, mert az nem utasítás, az hipnotizálás, az egy ilyen tudatalatti manipuláció. Na szóval, és az mi lesz annak az eredménye? A fentiek tudják, hogy az emberek akkor kezdenek el változtatni, inkább úgy mondom, változtatni és változni, hogyha nagy gondjaik lesznek. Ezért létrehozzák azt, hogy nagy gondjaitok legyenek. Kész, ennyi. Minél tudatlanabbak az emberek, annál nagyobb gondokat tudnak nekik okozni. Ennyi. Először is tudatlanná kellett tenni benneteket, hogy minél jobban sújtson benneteket a tudatlanságból kifolyólag, hogy nem tudjátok kezelni azokat a problémákat, amivel szembe kerültök. És ez most tök mindegy milyen probléma. Emberek totál idegesek még a világ dolgaival is. Érted? Szóval afelé haladunk, hogy olyan állapotba kerüljetek, hogy vagy azt választod, hogy feldobod a talpadat, vagy azt, hogy tanulsz és fejlődsz. Érted? Ennyi. De talán nem kellene ide eljutni. Lehet, hogy tudatosan még nem jutsz oda, hogy a halál és a tanulás között választhatsz. Lehet, hogy még előtte kellene jóval, mondjuk most dönteni azt, hogy a tudást választom, és nem a leépülést. Oké? Tehát a szellemi leépüléssel együtt jár a fizikai leépülés is. Ez van. Szóval, gondoljuk végig, szervezünk embereket, és nagyon érdekes tapasztalatunk van az emberek szervezésével. Mert úgy szervezzük az embereket, hogy megkérdezzük őket, hogy mi a véleményük a jelenlegi világunkról. és szerintük hova tart ez a világ? Mi lesz ebből a világból? És nagyon érdekes, mert szóba kerül az, hogy kinek mi a küldetése. Oké? Tehát senkinek a küldetésében nem az van benne, hogy ő neki alkalmazottnak kell lennie. Ilyen küldetés nincs. Oké? Meg hogy alig kell megélni dolgokat. Senkinek sincs ilyen. És foglalkozunk azzal az emberekkel való beszélgetés során, hogy kinek mi a küldetése. És az a helyzet, hogy ha valaki ráébred arra, hogy neki nem az a küldetése, hogy egyen, igyon, gyerekeket nemzen, gyerekeket neveljen, és utána majd meghaljon valamikor. Közben persze menjen nyaralgatni, meg stb. Ez nincs, küldetésében senkinek nincs olyan, hogy menjen nyaralgatni. Avval se találkoztam. És hát ugye a férfiak meg a nők kicsit másként vannak összerakva. Ami azt jelenti, hogy a férfiakat jobban motiválják a célok, és mivel egy küldetés az cél, hát az az életcélod a küldetésed, érted? Ezért a férfiakat mintha jobban érdekelné, a célok jobban érdekelnének. A hölgyeket meg ugye mi érdekli? Hát a hölgyek így vannak összerak, másként. A család. Tehát a hölgyeket a család érdekli. Tehát a család létrehozása, a gyerekek nevelése, a családról való gondoskodás, gondoskodás a férfiról, a gyerekekről, stb. Stb. Unokákról. Tehát a nőknél ehhez van. Na most. Most gondold végig, egy férfi addig él, míg van célja. Ezért nagyon sok férfi, mikor elmegy nyugdíjba, elveszti a céljait, azt megy a temetőbe, illetve viszi. A hölgyeknél más a helyzet, hát ha csak nem olyan hölgyről van szó, akinek nincs is családja. Mert egyre több az ilyen hölgy, csak azok még viszonylag fiatalok, akinek nincs is családja. Régen alig volt olyan nő, akinek nem volt családja. Ha volt olyan, mert nekem is volt olyan ismerősöm, akinek nem volt családja, de, tehát nem ment férhez, ezért nem volt családja, de mivel még akkor egy olyan világ volt, hogy a rokonság az egy környéken lakott, ezért ugye a rokonokkal állandó kapcsolatban volt. Testvéreivel, stb. Jó, és lényeg az, hogy így valahogy valamilyen szinten megélte a családot. De ez most már nem így van. Már neki például ő olyan családba született, ahol sok testvére volt, érted? Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondoljátok végig. A férfiak akkor halnak meg, ha elvesztik a céljaikat. Ha nem lesz küldetésed, nem tudod mi a küldetésed. Földobod a talpad. Miért? Mert eljutatnak olyan anyagi szintre, hogy nem fogsz tudni anyagi célokat teljesíteni. Nem csak téged juttatnak el, a társadalom mondjuk 80%-át eljuttatják. Érted? Olyan szintre, hogy nem fogsz tudni anyagi célokat megvalósítani. Ami azt jelenti, hogy férfiként úgy dobod föl a talpadat, mint a húzat. Ha csak nem kezdesz el fejlődni, és rájössz arra, hogy nem azért születtél, hogy anyagi célokat valósíts meg, Mi van a hölgyekkel? Tehát gondold végig, régen a hölgyek hogy működtek? Régen a hölgyek úgy működtek, hogy általában a legtöbb hölgynek nem egy-két gyereke volt, hanem ennél sokkal több. Tehát sokkal több. Például az én nagyapám, azért mondom a nagyapámat és nem nagyanyámat, mert ugye én azt is megéltem, hogy az egyik nagyanyámnak mindössze egy gyereke volt, a másik nagyanyámnak meg sok. Oké? De azért nem nagyanyámról beszélek, mert anyu 6 éves korában meghalt. Nem anyu halt meg, hanem az édesanyja, tehát nagymamám. 6 év, mikor anyu 6 éves volt. És utána még anyunak lett 3 féltestvére, és így nagyapámnak volt 8 gyereke. És még akkor számoltuk anyámmal, mikor én ilyen legény voltam, hogy 160 valahányan vagyunk a családban. Érted? Nagyapámtól kiindulva 160 valahányan. Na most hol vannak ekkora családok? Nekem mi 23-an vagyunk unokatestvérek, érted? Illetve már nem vagyunk annyian, mert már többen meghaltak, már csak valami 16-an vagyunk. Na mindegy, de nem is ez a lényeg. De még mindig vagyunk 16-an. Az én 2 fiamnak van 1 unokatestvére, érted? 1. Tehát mondhatni azt, hogy mi voltunk 23-an, ők meg vannak 3-an. Jó nagy visszaesés. Na, ami azt jelenti, hogy gondold végig, akkor az anyák, nagyanyák azt a programot, amit hoztak az ősidőkből, hogy gondoskodjanak a családról, mennyire tudták továbbvinni. Simán. Most mennyire tudják továbbvinni? Ezért ugye a férfiak, nem is a férfiaknál van ez, hanem elsősorban a nőknél. A férfiaknál azoknál, akiknek nincsen céljuk pótcselekvés. A nőknél pótcselekvés. Tehát a nőket tökéletesen kielégítette, akárhogy gondoljátok, én ezt tudom, a családról való gondoskodás. Most a nők ugyanazt akarják csinálni, mint a férfiak. Sőt, már vannak olyan nők, akik vadásznak, érted? De most ne csak puskával való vadászásra gondolj. Érted? Tehát pótcselekvéseket csinálnak. És megnéznéd a küldetésedet, abban nincs benne a pótcselekvés. Na most gondold végig, maradjunk azoknál a hölgyeknél, akiknek van családjuk. Mert azért a legtöbb hölgynek, hála Istennek, van. Tehát ugye akkor beszélünk családról, hogyha van gyerek is. Jó? De a legtöbb hölgynek ugye 1-2 gyereke van. Na most, azért megkérdezném. Tehát egy olyan világban, ahol azért kell tenniük a magasabb intelligenciának, érted? A földön túli intelligenciának azért kell tennie, hogy társadalmilag megnehezüljön az emberek helyzete, hogy megéljenek rosszat, mert gyakorlatilag, ha megnézitek, a második világháborútól a nyugati társadalomban nem éltek meg rosszat az emberek. Igazán rosszat. Jó, még a Rákosi korszakban meg lehetett élni igazán rosszat, de utána már nem. 60-as évektől nincs rossz. 60-as évektől számítva az 60 éve nincs rossz. Nincs rossz. Az, hogy volt egy kis gazdasági válság, az nem igazán rossz. Nudli. Tehát nincs rossz. Nem tapasztaltak meg. Ezért nem kényszerülnek rá a tanulásra az emberek. Mert nincs rossz. Ha sok rossz lett volna, rákényszerültek volna a tudásra. De nincs rossz. Hát létrehozzák a rosszat. Hogy nem látod, hogy létrehozzák? Még mindig azt látod, hogy Ó, hát most rosszabb, ma jövőre jobb lesz. Aha, jövőre még rosszabb lesz. Utána meg még rosszabb. Addig, míg az emberek nem kezdenek el fejlődni, tanulni, érted? De ha van mondjuk egy hölgynek családja, gondold végig, mondjuk olyan gyerekkel, akiben belenevelted azt, hogy éljen, mint a here. Érted? Az hogy fog tanulni? És mi lesz vele? És te hogy fogsz róla gondoskodni, mikor nem lesz anyagidban annyi, hogy képes legyél gondoskodni? Hogy fogsz? Nem lehet, hogy a hölgyek egy kicsit azon gondolkodnak, vagy gondolkodtak, hogy oldják meg ezeket a dolgokat a férfiak. Mondjuk találkoznak ezzel, hogy aranykor, oldják meg a férfiak. Hát de gondold végig, hogy oldják meg a férfiak, hogy hozzák létre a férfiakkal szeretett kort, amikor a férfiak hozták létre a háborúkat. A férfiak dobták le az atombombát, érted? Nem nők. Ha megnézed a Földön, az összes gonoszságot a férfiak csinálták meg, akkor hogy csinálják meg a férfiak a szeretett kort? Hát a férfiak rontották el a világot. A férfiak találták ki, hogy akkor most jó, hát akkor cigiztessük a nőket. A férfiak találták ki azt, hogy vásároltassuk a nőket, nem a nők találták ki, könyörgöm. Most, hogy háború van, a férfiak találták ki, a vírust, hogy legyen és terjesszük el, a férfiak találták ki. Nem a nők. Tehát azt akarod, hogy nőként, hogy majd a férfiak megoldják a jövőt, akkor te óriási tévedésben vagy. Tehát a nők szerepe még nagyobb ebben a kérdésben, mint a férfiaké. Gondoljuk végig. Mert a nők ezen a téren empátia, szeretet, gondoskodás, együttérzés sokkal jobbak benne, mint a férfiak átlagosan. Sokkal. És ahhoz, hogy jó világ legyen, enélkül az érzések nélkül nem működik. Tehát itt szükség van a hölgyekre is, ugyanúgy, mint a férfiakra, hanem jobban. Mint látjuk is itt a PPH-ban, hogy vannak párok, és a hölgyek bizonyos pároknál ügyesebbek, mint a férfiak. Így van. Ügyesebbek. Mert több bennük a szeretet, érted? Több bennük az empátia, a beleérző képesség, mint a férfiakban. Tehát mondom, gondold végig, ezt a világot nem a nők rontották el. Tehát azoktól várjátok, drága hölgyeim, hogy rendbe rakják ezt a világot, akik elrontották? Na, arra azért kíváncsi vagyok. Oké? Na jó, szóval itt van egy közösség, ahol olyan dolgokat tanulhatnak az emberek, amit a bolygón így együtt, komplexen, sehol máshol. Lehet tanulni mindenfélét a bolygón, kismillió helyen, de együtt csak itt nálunk. Csak itt nálunk. és van egy szervezet, amelynek az a célja, ez mi vagyunk, PPH-sok, akiknek az a céljuk, hogy ezen a bolygón szeretett kor legyen. Mert nem akarunk elpusztulni. Érted? Azért is meg kell csinálni. Tehát nem juthat ez az emberiség ugyanarra a sorsra, mint az előző. Érted? A pusztulás volt az előzőnek a sorsa. Tehát hogyha te éreztél életedben olyat, hogy valamit kellene tenni, nem csak magadért, hanem azért az egészért, amiben itt vagyunk, akkor te jó helyen vagy itt. És nem nehéz az egész, csak tenni kell a dolgunkat. Szólni minél több embernek, hogy megmentünk. Ráadásul ugye van egy rákfenéje is, hogy már lassan nem lehet ide inkarnálódni majd azoknak, akik azt döntik, hogy ők nem akarnak tanulni. Érted? Akik akarnak tanulni, azok inkarnálódhatnak ide. De akik ebben az életben eldöntik, hogy nem akarnak tanulni, azok nem inkarnálódhatnak ide. Mehetnek egy ősközösségi társadalomba, de az univerzum szélére. Ami már létre van hozva, megcsinálták. Tehát a legtöbb tudást és a legmegfizethetőbb áron tudjuk nyújtani. Nem ingyen nyújtjuk, mert az ingyent az emberek nem becsülik. Én tudom, hogy sok embernek az ingyen kellene, de az ingyen nem becsülik. Sőt, képzeljétek el, annál jobban becsülik az emberek, becsülnek valamit az emberek, minél többe került. Ez bizonyára ti is tudjátok. Annál jobban becsülik, minél többe került. Így van. Tehát minél többet kellett érte tenni. Jó, de abszolút megfizethető. Tehát gondoljátok végig, nekem először 91-ben mondták azt, tanították azt, 91-ben. Vannak itt olyanok, akik akkor se éltek még. Hogy legalább havonta a jövedelmednek 10%-át fordítsd a saját tudásod fejlesztésére. Ezt 91-ben tanították már nekem. Érted? Hogy az a minimum, hogy a tudásod, vagy a jövedelmednek a 10%-át, azt minden hónapban fektesd magadba, a tudásodba. Tehát finanszírozd a tudásod fejlesztését a jövedelmet 10%-ában. Ha megnézzük, a tandíjunk jóval kevesebb, mint 10%. Jóval kevesebb. Az átlag kereset nettóban mennyi? 400 000? 350? 300 biztos van, nem? Az átlag kereset. Az azt jelenti, hogy annak a 10%-a 30 000 forint lenne. Oké? Én milliókat fektettem a saját tudásomba. Milliókat. Hát ezért vagyunk itt a bolygón. Nekem senki nem mondta, hogy ezért vagyunk itt. Csak azóta tudom, hogy ezért vagyunk itt. Minél többet tanuljunk. Tehát nem egyszerűbb tanulni, mint problémákat kapni és abból tanulni. Nem egyszerű? Tanulj, hogy ne kap problémákat. De ha te szívesen kapsz problémákat, és úgyse fogod tudni megoldani tudás nélkül, neked ez jó, hát akkor ám legyen. Úgyhogy ha viszont úgy gondolod, hogy épp itt az ideje jobbá tenni ezt a jelenlegi világunkat, és végre ebbe kiveheted a részedet, és te is korszakalkotó lehetsz, létre tudunk hozni egy új korszakot, amit úgy hívnak, hogy aranykor, más néven szeretetkor, akkor itt a helyed, és várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!